A madár tejfű. A gyerekek jártak az erdőn, szép az erdő májusban. A fák akkor bocsátják ki a levelüket. A fű tiszta, gyönge zöld, tam tamott a szelít sárga szentgyörgyvirág virág aláhajló fürtökkel várja a méheket. Gyertek, gyertek, méhecskék, adok nektek mézecskét. A méhek oda is mennek, körül muzsikálják. Ez tetszik a Szent György virágnak. De persze nincs pénze. Ha pénze volna, az nem is kellene a méhecskének. Jobba méz, igaz-e, gyerekek? Ahogy javában szedik a Szent György virágot, egyszer csak fölkiált a Pista gyerek. Nini, mi van itt? Milyen szép fehér virág! Olyan fehér, mint a tej! A nagyapó megállott a virág mellett, és így szólt. Jól mondott, fiam, hogy olyan, mint a tej, mert úgy is hívják ezt, hogy madár tejfű. Érdekes virág ez, csak délben nyit, máskor bezárja a virágát. Úgy is hívják, hogy óri virág, mert régen az urak ezzel gyógyították a zúzódásból keletkezett sebüket. Meg úgy is hívják, hogy vadhagyma, mert a gyökere olyan, mint a vereshagyma, és az íze is hasonlít hozzá. A pásztorok meg a vadászok, ha nincs hagymájuk, ezt főzik bele a levesbe. Ássátok csak kivigyázva, gyökerestül, majd otthon mutatok valamit. A fiúk kiásták a szép fehér virágot, és otthon cserébe tették. Persze dél már elmúlt, és a virág zártan maradt. Ha akarom, kinyílik a virág, szólt a nagyapó. Magától? Magától, anélkül, hogy hozzányúlnék, felelte a nagyapó. Édesanyja éppen vasalt. A nagyapó elkérte tőle a meleg vasalót, és oda tartotta két újnyira a virághoz. És íme a bolondos kis fehér virág lassan-lassan fölnyitotta a szírmait. Egy perc múlva nyitva állott minden virága. Azt gondolta, hogy dél van.